Sziasztok! Jó estét! Szervusztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a koranyári estén. Örülünk, hogy ilyen sokan eljöttetek, és annak is nagyon örülünk, hogy ilyen rengeteg képet küldtetek be nekünk erre a kiállításra. Akkor én is szeretném megköszönni a Magnetháznak, hogy ezt a lehetőséget biztosította számunkra, én már második alkalommal, meg azt a sok segítséget, amit a kiállítás szervezésében kaptunk. Ez nem volt kis munka, senkinek a részéről sem. Gábor a Magnetház részéről szerdán hajnali 4-ig rakta föl a képeket. És hát nekünk is 2 napig tartott, amíg az összes alkotást, amit kaptunk tőletek, kicsomagoltuk, megnéztük, kigondoltuk, hogy hova kerüljön, melyik helyszínre, melyik képpel párosítsuk össze, illetve felcímkéztük ezeket a képeket. Amikor készültünk erre a kiállításra, és már megkaptuk a fotókat a rajzaitokról, a festményeitekről, mert akkor gondoltuk, hogy ez egy igazán impozáns kiállítás lesz. De amikor elkezdtük kicsomagolni őket, és megláttuk őket élőbe, hát én nem tudom másképp mondani, dobtunk egy hátast. Szóval igazán szépeket, gyönyörűeket alkottatok, és amikor jöttünk ide, és elkezdtünk itt bepakolni, meg segíteni, berendezni a termet, akkor megtudtuk, képzeljétek el, hogy van 3 kép, amire már most vételi ajánlatot ajánlottak. Majd el fogjuk küldeni nektek, hogy kik azok, hogy gondolkodjatok az árakon, meg az egyáltalán odaadjátok-e. És akkor összehasonlítva a 2015-ös kiállítással ezt a mai kiállítást, hogy csak így számokban. 2015-ben 260 képet küldtetek be, és a 260 kép közül akkor több mint 50-et választottunk be ide a Magnet Közösségi Házba. Az elmúlt 3 év alatt most több mint 500 képet küldtetek be. Tehát így dupla annyit, mint amit 3 évvel ezelőtt. És akkor mi úgy gondoltuk az 50 képnél annak idején, hogy hát ezt már nem lehet felülmúlni. És hogy nem is fog kiférni 50-nél több. És amikor megláttuk, hogy beérkezik 500 kép, akkor kétségbeesve telefonáltunk a Magnetházba, hogy figyeljetek, 500-ból nem tudunk 50-et kiválasztani. Tehát, hogy több hely kell. És akkor megbeszéltük, hogy úgy tudjuk megduplázni a képek számát, hogyha egy helyen, egy zsinóron több kép függ. Azt gondoljuk, hogy nem lett zsúfolt. Szóval igazán szépek és szemed gyönyörködtető képeket csináltatok, és most ami itt kint van, amit itt láttok lent itt a közösségi házban és fent az első emeleten, illetve a lépcsőházban is, az most 98 kép. Tehát ennyit tudtunk kiállítani. Jó páran vagytok olyanok, akiknek a képei vagy képe már a 3 évvel ezelőtti kiállításon is szerepelt. Ám de még többen vagytok olyanok, akik először vesztek részt ezen az eseményen. Van egy olyan résztvevőnk, aki mindössze 3 hónappal ezelőtt kezdett bele a rajzolás megtanulásába. És hát annak is örülünk, hogy nem csak azoktól kaptunk képet, akik személyesen vettek részt valamelyik tanfolyamon, hanem akik az online módszerrel tanultak rajzolni, azt pasztelezni, festeni, és ezzel is kaptunk egy ilyen nagyon jó visszajelzést, hogy ez a módszer is működik, és ennek segítségével is el tudunk jutni hozzátok, illetve ti be tudtok kóstolni az alkotás örömébe. Még gyerekektől is kaptunk pályázati anyagokat, ugye a 14 éves korosztály, nál fiatalabb gyerekektől, erre is különösen büszkék vagyunk. Igen, itt van Ádám, aki 8,5 évesen kezdte a rajztanulást, de úgy, hogy nálunk a tanfolyam az 10 éves kortól kezdődik, és anyukája tavaly azt mondta, hogy de higgyem el, hogy az Ádám az érett, és hogy ki fogja bírni ezt az 5 napot. Kibírta, és most itt van a képe a kiállítók között, úgyhogy ő a legfiatalabb alkotó. Megmutatod magad?
És annak is külön örülünk, hogy nagyon sok online-os tanulóval most találkoztunk először, és hogy most végre arcokat tudunk csatolni a képeitekhez, meg a leveleitekhez. És hogy nagyon sokszínűek vagytok, hogy most látjátok, hogy vagytok gyerekek, felnőttek, úgymond régiek, akik régóta velünk vagytok, és vagytok újak, és hogy mennyire sokszínűek, és hogy mennyire sokfélék, hát nagyon, mert hogy teljesség igénye nélkül kicsit összegyűjtöttük a polgári foglalkozásotokat, hogy mik vagytok civilben. Van köztetek jogász. Pék. Közgazdász. Kamionsofőr nő. Dekoratőr tanuló. Nyugdíjas óvónéni. Könyvelő. Biológus. Orvos. Pénztáros. Programozó. Dentálhigiénikus. Cukrász. Ápoló. Tanár. Fodrász. Egy dologban mindannyian hasonlítunk egymásra, úgy gondoljuk, és ez pedig az alkotás, a rajzolás öröme, ami összeköt mindannyiunkat. És ha lehet ilyet mondani, még jobban vérzett a szívünk a válogatás során, mint 3 évvel ezelőtt, hogy nem tudjuk az összes képet kirakni a falakra. Hát 98 lett végül, amit sikerült elhelyezni, de ezen kívül ugye még 400 egyéb remek rajzot kellett fájó szívvel kiszelektálnunk a falakról legalábbis. És hogy azért ez is valamilyen formában megjelenjen, ezért kitaláltunk egy ilyen online, internetes formát, galériát, ami azt jelenti, hogy ezeket a képeket összegyűjtöttük egy ilyen prezentációs anyagba, ami látható lesz egyrészt a honlapon, meg sokfelé ki fogjuk ezt rakni az online, internetes felületeken, illetve itt a megnyitó beszéd után a kivetítőn itt folyamatosan menni fog ez az úgynevezett internetes galéria, úgyhogy meg lehet nézni azokat a képeket is, amik nem kerültek ki a falakra. És ez a kiállítás, hogy abból az alkalomból jött létre, hogy idén 10 éves a Vardalat Rajziskola, és engedjétek meg, hogy pár szóban beszéljünk egy kicsit erről a 10 évről, hogy honnan indultunk. 2008-ban, februárban volt ez az első bizonyos rajztanfolyam. Én még emlékszem az arcokra, meg emlékszem a rajzokra. 6 fő vett részt azon a tanfolyamon. És a mai napig elmeséljük azt a sztorit, ami akkor történt, mert a Nóri az egyik résztvevő, amikor a negatív tereket tanultuk, ő annyira kiakadt, hogy kiment kukákat borogatni és rugdosni, akkor még a Rádai utcába. Visszaszokott a cigire, nagyon feldühödött, dühös lett. Majd a 4. nap végére azt mondta, hogy Andi, szerintem az enyém sikerült a legjobban. Ezt azért meséljük el mindig az alaptanfolyamokon, mert sokszor van olyan, hogy valaki elfárad, úgy érzi, hogy nem megy, nem sikerül. Ezt a sokszor alkotásban benne van a kudarc is, hogy ezt a kudarcot ezt mindenki át tudja lépni, és úgy aztán fel tudjon emelkedni, mert hogy sok-sok gyakorlással aztán mindig megjön a sikerélmény. És akkor innen indultunk, ebből a 6 fős tanfolyamból, és akkor nézzük meg azt, hogy kicsit hová jutottunk ebbe az elmúlt 10 évben. Ugye az indulás után, vagy az indulásnál ezekkel az alap tanfolyamokkal kezdtünk el dolgozni, és azóta is minden hónapban sikerült megtartanunk legalább egy ilyen kezdő alaptanfolyamot. Utána nem sokára jöttek a haladó színes kurzusok, tehát ahogy mi is belelendültünk, meg ti is jöttetek, elkezdtetek fejlődni, elvégeztétek az első részt, akkor utána jöttek az igények, a vágyak, hogy hogyan lehetne tovább lépni, újakat kitalálni és tanulni. Úgyhogy következőre megalkottuk, vagy kitaláltuk, hogy elkezdtük a festős tanfolyamot, hát ez a következő olyan lépcső, amit legtöbben szerettek elvégezni azóta is, hogy miután a grafitszeruzával megtanultatok bánni, akkor utána belépni a színek világába, ez általában a festés szokott lenni. Aztán kitaláltunk még egy-két dolgot, szintén azért, hogy minél szélesebb legyen az a paletta, amiből tudtok választani. Az egyik ilyen ugye a pasztel krétás történet,
elindítottuk ezeket az egynapos rajzklub sorozatokat, aztán elkezdtük a nyári rajz- és jogatáborunkat. Talán ez a legnépszerűbb, mondhatjuk így, legnépszerűbb eseményünk. Ez általában már egy évvel előtte betelik, úgyhogy lassan csak kihalásos alapon lehet bekerülni. És amiket még kellett csinálni, vagy amiket még csináltunk, azok sokszor abból jöttek, amit ti mondtatok nekünk, hogy mit szeretnétek látni, tanulni. Az egyik ilyen dolog volt, hogy pár hónap az indulás után a szülők elkezdtek minket nyúzni, hogy tanítsuk meg a gyerekeket is rajzolni, így rajzolni. De mivel a gyerekeket azért, hogy ez a 10-14 éves korosztály, őket kicsit másképp kell kezelni, tanítani, mint a felnőtteket, azt a fajta metódust, amit egy felnőtt úgymond elvisel, azt egy 10-14 éves korosztály még nem biztos, hogy ugyanolyan formában meg tudja emészteni, úgyhogy átdolgoztuk ezt az alaptematikát, és elindítottuk a gyerek rajztanfolyamokat, ugye ezeket a 10-14 éves korosztálynak szóló rajzoktatásokat, és utána itt is, ahogy az első csoportok végeztek, akkor utána ismét jöttek a szülők, hogy akkor legyen haladó is, hogy tanuljanak tovább festeni, rajzolni színes ceruzával, bármi egyébbel. Úgyhogy itt az elmúlt 10 évben szinte folyamatosan jöttek egyrészt a saját ötleteink, hogy mi az, amit még lehetne nektek átadni, illetve jöttetek az ötletekkel, kívánságokkal, hogy ti mit szeretnétek tanulni. Körülbelül 5 éve folyamatosan alkotjuk, csináljuk az online formáját, ugye, ami azoknak szól, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak részt venni egy élő tanfolyamon. És hát még nincs vége, vannak további terveink is. Ma már nem csak ketten csináljuk ezt a rajziskolát. Van 2 állandó, majdnem állandó munkatársunk, aki számotokra ugyan láthatatlanok, de nekünk nagyon nagy segítséget nyújtanak. Az egyikőjük Csatári Anita, aki az ügyfélszolgálatot viszi a hátán. Ő az, aki válaszol azokra a kérdéseitekre, hogy elfelejtettem a jelszavam, nem tudok belépni, hol találom a filmeket. Jaj, és kedves Andi Péter, elfelejtettem, melyik tanfolyamra jelentkeztem, meg tudnátok-e mondani? A másik állandó munkatársunk, Bertalan Zoli, aki most is ott áll a kamerák mögött. Ő az, aki az online anyagaink felvételeiben, vágásában részt vesz, segít és csinálja rendületlenül. Zolival úgy ismerkedtünk meg, hogy nem tudott rajzolni, nem tudott semmit erről az egész dologról. Nem végzett nálunk tanfolyamot, de mégis most már tud, mert hogy a forgatáson látottak alapján, amit ott elmondtunk, amit ő megvágta a filmeket, az alatt szépen megtanult, és ő is küldi már nekünk a rajzait, a pasztelképeit, a színes ceruzás képeit. És az elmúlt 10 évben nem csak a munkatársaink bővültek, hanem a családunk is kiteljesedett. Született 2 gyerkőcünk. Ők itt. Mira 9 éves. Mira 9 éves és Márk 7 éves. Vannak, akik már találkoztatok velük, mert akik a kora időszakban jártatok még hozzánk rajz- és jogatáborba, akkor még cipeltük őket magunkkal. Már 2 jogaóra között még szopizott. Úgyhogy van, aki már találkozott velük, van, akinek most újdonság, hogy ők is vannak. Köszönjük szépen, hogy kijöttetek. Most itt keresek régi arcokat. Elvileg úgy tudtuk, vagy úgy reméltük, hogy 2 nagyon régi vendégünk is lesz, mármint olyan értemben régi, akik szinte a kezdetektől végig kísértek minket. Sajnos itt ilyen közlekedési problémák közbe jöttek, úgyhogy még nem értek ide, de azért elmondom, hogy az egyik Gutmann Adri, aki az első...
Adrit vagy? Itt. Itt. Oh, Adri itt van, jól van akkor. Akkor Gutma Adri nagyon-nagyon korai időszakban volt nálunk az első tanfolyamon, és hát azért is szeretnénk őt így megemlíteni, mert hát a rajzolás hatására életet váltott, ha szabad így mondani, tehát a bankos világból, a banki alkalmazotti világból átképezte magát cukrásznak, és most továbbra is fest, de torta festményeket, elképesztő festményeket készít, csak nem vászonra, hanem valódi, igazi, ehető tortákra. Nem tudom, mennyire hosszú életűek ezek az alkotásaid. Nem. Jó. Adrinak a tortait szoktuk néha kirakni a Facebookra. Volt már több versenyen is, amikor nyert, és volt róla újságcikk is. Tehát tényleg valódi festményeket fest tortára. Gyönyörűek. Jó. A másik viszont, másik résztvevő, akit szerettünk volna itt most köszönteni, Dabóczi Gergő, ő beragadt a dugóba. Róla csak annyi, hogy mit? Itt van már ő is? Nem, csak amikor elkezdtük ezt a kiállítást, akkor írt egy SMS-t, hogy az M1 és az M7 bevezetőjén van. Ha minden igaz, akkor be fog futni még itt az est folyamán? Vagy igen. Úgyhogy... Ez azért lett volna fontos, mert a Gergővel megbeszéltük azt, hogy tart egy kis ilyen élménybeszámolót, hogy ő hogy látta ezt az elmúlt 10 évet, hiszen ő testközelből tapasztalt meg minket, meg mi is őt. De akkor majd a végén, ha befut, akkor megbeszéljük ezt vele. Jó. No. És akkor a múlt után nézzük egy kicsit a jövőt, hogy mi a célunk a következő 10 évre. Ez a kiállítás is megmutatta, hogy milyen nagy igény van arra, hogy ne csak magatoknak, a családnak, vagy a családnak, az ismerősöknek alkossatok, hanem kapjon egy kicsit nagyobb nyilvánosságot a képeitek, és sok embernek lehessen megmutatni őket, úgy, mint most ez a kiállítás. És a jövőben szeretnénk, hogyha több ilyen kiállítást tudnánk szervezni. Van néhány kiállító helyszín, aki már megkeresett minket azzal, hogy tudnánk-e nekik alkotókat ajánlani. Van, akivel már felvettük a kapcsolatot és ajánlottunk, de ezt a jövőre nézve szeretnénk mindenkire kiterjeszteni. Pályázatot kell majd írnotok, de majd el fogjuk ezeket a feltételeket mondani, hogy milyen képek, hány, milyen méret és ilyenek. Tehát, hogy milyen korosztály. Hogy aztán sok helyen lehessen látni a ti képeiteket. Itt szeretnénk elmondani, hogy van egy olyan dolog, amit továbbra is szeretnénk megtartani és képviselni, és ezt úgy mondanánk, hogy ez a minőség. Tehát, hogy olyan módon átadni a tudást, a tapasztalatot nektek, számotokra, hogy ezzel a tudással utána otthon, önállóan, egyedül is tudjatok alkotni, festeni. Tehát meglegyen az a technikai tudás, az a kellő önbizalom, amivel neki lehet már állni otthon is, alkotni, festeni. Vannak köztetek nagyon rutinosak, akik már több száz képnél tartanak, vannak, akik most kóstolnak ebbe a műfajba bele, hogy otthon megcsinálom egyedül, aztán megmutatom a nyilvánosságnak, hogy hogyan sikerült. Ehhez hozzátartozik az is, hogy többek között azért is csináljuk ezt a sokfajta tanfolyamot, meg a rajzklubokon ezeket a témákat, hogy ki tudjátok próbálni. Ki tudjátok próbálni magatokat, hogy melyik az a technika, vagy melyik az a módszer, amelyik számotokra a legmegfelelőbb, hozzátok a legközelebb áll, és hogy talán így könnyebben meg tudjátok találni, hogy melyik lesz az a műfaj, amiben ti fogtok majd alkotni. Akár tortafestés, akár hagyományos olajképek festése, akár ceruzarajzokról beszélünk. Ehhez persze nekünk is folyamatosan fejlődni kell, folyamatosan tanulni kell, hogy egy lépéssel előttetek járjunk, legalább egy lépéssel. Idén már 3 új tanfolyamot is indítottunk. Az egyik újdonság az épp holnap fog kezdődni. És vannak most köztetek olyanok, akik majd jönnek holnap, és ezt a tanfolyamot is elvégzik. Ez a portrérajzolás élő modell alapján, hogy már ne csak fotó alapján alkossunk, hanem
élő modell alapján is, és ez is egyébként egy nagyon friss hír. Ezt a tematikát, amikor ezt kitaláltuk, akkor ezt a tematikát kipróbáltuk valakin. Mert egy anyuka megkeresett minket idén, télen, hogy a lányam most fog felvételizni a kisképzőbe, és ott portrét kell rajzolni élőből, de nem megy, és hogy tudnánk-e segíteni. Segítettünk, és ma tudtuk meg, hogy sikerült a felvételi, és pont ezen múlt, hogy élőből hogy tud majd rajzolni. Úgyhogy reméljük, hogy akkor ez az irány, ez az út is egy sikeres lesz, és hogy sokakat, akit ez érdekel, az el tudja majd sajátítani ezt a módszert is, ezt a technikát is. Ezen a három új tanfolyamokon kívül tervezünk még további új anyagokat. Az egyik most van készülőben, reméljük május végére meg tudjuk majd mutatni nektek. Egy egész sorozat, tehát nincs vége, egész hosszúra tervezzük, de reméljük, hogy tetszeni fog majd nektek ez is. Hamarosan reméljük kész teszünk vele. És akkor most szeretnénk megragadni azt az alkalmat, hogy szeretnénk nektek bemutatni a Vardorolt Rajziskolának az új oktatóját, Déri Gábor személyébe. Gábor olajfestést fog tanítani. Gyere! Várj egy picit, bemutatunk. Jó. Pár szót mondok én is, aztán utána Gábor is bemutatkozik. Róla írtunk már egy ilyen kiből lesz a Cserebogár cikket pár évvel ezelőtt. Ha jól emlékszem, akkor 2013-ban jártál nálunk először, ugye az alaptanfolyamon, utána festés is volt, pasztel is volt, tehát kipróbáltad ezeket a módszertanokat az iskolában, illetve hát utána Gasztonyi Kálmánnál folytattad a tanulmányaidat olajfestés témában, és akkor ennek apropóján kezdtünk el beszélgetni arról, hogy te lennél az, aki az olajfestést nálunk tanítaná. Igen. Szóljak egy pár szót? Igen, hát igen, akkor. A nevem elhangzott Déri Gábor vagyok, és tulajdonképpen úgy érzem, hogy az Andinak és a Péternek ez a döntése kicsit a bátorság, a bizalom és a vakmerőségnek az egyvelege. Majd meglátjuk, hogy ezekből az oltásokból milyen gyümölcs születik. Mindenesetre a cél az, hogy a graficeruza, a pasztel, a akril után minél többen ismerjék meg és tapasztalják meg a olajfestészet nyújtotta örömöket. Ez egy különleges világ, ami hát sajnos azt kell mondani, hogy kihaló félben van. Európában a szobrászok közül egyre kevesebben faragnak márványt, a festők közül egyre kevesebben festenek olajjal. Nem szabad hagyni kihalni. Azt a szerint tudást, amivel én rendelkezem, a rajzi részét azt itt alapoztam meg a Vardoraltnál 2013-ban. A többit még mondhatom így kizárólag Gasztonyi Kálmán mestertől tanultam el, vagy folyamatban van, aki irányában én elfogult rajongással bírok. Részemről tovább nem húznám a szót, majd belecsapunk a lecsóba, és meglátjuk, hogy mi kerekedik ki belőle. Köszönöm szépen! Köszönjük! Köszönjük szépen! Azért azt szeretném mondani még Gáborról, hogy a képei azok már nagyon sok helyen jártak, kortárs festőművészekkel együtt állítják ki általában a festményeidet. És Gábor nem a Pálcik embertől kezdte, hanem neki nagyon jó alapjai voltak, mert gyerekkorban a nagybányai liceniumban járt, ahol már tanult hagyományos módon vett értelemben képzőművészetét és rajzott. Három képe is most kint van itt a kiállításon, a gyötetekben a fő lépcsőn, rögtön kettő. Szerintem önmagukért beszélnek. Jó. No, akkor most amivel folytatni szeretnénk, az tulajdonképpen egy ilyen kis diátadónak nevezett rész lenne. Szeretnénk megköszönni
nektek azt, hogy dolgoztatok, alkottatok, vettétek a fáradtságot, hogy el is küldtétek, sokszor bombabiztos csomagolásban a képeket. Igen, volt olyan csomagolás, amit körülbelül 20 percet tartott, amíg kibontottam. És ezért arra szeretnénk kérni titeket, hogy itt most elindítunk egy ilyen kivetítést, hogyha látjátok a neveteket, meg a képeteket, vagy halljátok a neveteket, akkor légy szíves, gyertek ide ki. Egyrészt, hogy gratuláljunk nektek, másrészt pedig egy kis ajándékot is hoztunk nektek, amit szeretnénk most átadni. És ha ezzel végeztünk, akkor utána még egy kis tortázásra is szeretnénk meghívni titeket. És akkor kezdjük a díjátadót. Jobb hiány így neveztük el. Kezdte Eleonóra. Nóri. Ugye itt, amit láttok, az Nórának a bemutatkozása, kicsoda, micsoda, illetve a képe, ami itt a kiállításon szerepel a portré kategóriában. Gratulálok, Nóri! Gratulálok. Én itt Fazekas Anna. Anna. Nincs. Vagy van. Fut már. Jó. Anna online módon tanul, úgyhogy most látjuk először az arcát. Szia, Anna. Szívesen. Csak egyet tudok adni. Cup-cup. Zsuzsa. Itt kész. Mit adjunk meg? Tímea, Pozsóki Tímea, itt vagy, igen, láttalak. Andi, Lukács Andi. Hú, hirtelen felébredt. Andi a csipkék nagymestere egyébként, amit a rajzaiból is látjuk, hihetetlen türelemmel képes órákon keresztül festeni ilyen képet. Nagy Zsuzsa. Jó, már jön. A Zsuzsáról annyit el szeretnék árulni, hogy egy képpel Velencében járt egy kiállításon. És nem jött haza. Na, tessék. El is vitték? Igen, megvették. Jó, Gergőt várjuk még. Szaszkó Anikó. Anikó. Ő az élő példája annak, hogy egyszerű eszközökkel is fantasztikusakat lehet alkotni. Mihály Katát sajnos nem tudjuk most. Képzeljétek, indult ide, és eltörött a lába, és most a gipszelőben van. És vár. Úgyhogy... Nem túl szerencsés nap. Klára. Vele a balatoni táborban futottunk össze, ahol csak úgy véletlenül bekíváncsiskodott, hogy mit csinálunk. Aztán ebből a véletlen kíváncsiságból sok-sok rajz született. Szabó Sándor azt hiszem jelezte, hogy Kozima. Igen, jön már. Kozima vegyes módon tanul, mert volt nálunk a laptanfolyamon, utána online módon folytatta a színek világával. Ágota, Kriston Ágota. Jó.
Nagyon jó. Következő Bódi Bernadett, a kutyák nagymestere. Erről nálad tanultam. Igen. Egyrészt igen. Marcsi. Igen, hát itt volt egy története mögött, a kép mögött, ugyanis mikor kicsomagoltuk a képeket és összeszámoltuk, ugye két nappal ezelőtt, akkor kettő hiányzott, az egyik a ló volt, tehát valahol elvágtatott itt, úgyhogy egy éjszakán át tartott, amíg visszatereltük őt az akkorba, de meg lett végül a kép. Jó, Gabi. Szia, jó, már jössz, igen. Gabival is már több alkalommal találkoztunk. Ő is a táboros galeribe tartozik. Dr. Fülöp Judit. Hát ez egy olyan téma, ami a nagymamáknál sokszor előfordul, egy unokát megrajzolni. Az mindig nagy öröm. Gratulálok. Köszönöm. Komjáti Zsuzsa. Ő online-os. Jó, úgy látom, hogy most nincs itt. Tehát ő is egy kutyás képet küldött nekünk. Gábor. Most ezúttal, mint kiállító szerepkörben. Gratulálunk. Megkapsz egy picit. Melindával is nagyon régóta dolgozunk már együtt, sok rajzklubban, tanfolyamon, táborban is járt. Sőt, ha minden igaz, akkor lassan a férjét is sikerül elcsábítania egy rajzolás erejéig. Ehhez mondjuk éveken át kellett rágnia a fülét. Magdi, szintén nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, régóta dolgozunk együtt, rajzolunk együtt. Magdiról még annyit el szeretnék árulni, hogy egy, rengeteg macskája van. Kettő, a hagyományos, realisztikus festészeten kívül más dolgokba is belekóstolt, tanult selyemfestést és fantasztikus mandalákat fest selyemre, illetve a legutóbbi, vagy legújabb, hát hobbit, ha lehet így mondani, az pedig a tapétázás lett, tehát... Minden kezi ügyébe kerül, minden keze ügyébe kerülő bútort lefóliáz szebbnél szebb ilyen tapétákkal. Nagyon gyönyörű alkotásokat küldött nekünk a Facebookon. És az utóbbi időben azért hanyagol minket, mert hát fóliáznia kell. Jó, Pillál Erzsébet. Erzsi nem tudott jönni. Hát ő egy nagyon-nagyon régi témát vett elő. Fiskus Joli, szintén online-os. Filkus. Gratulálok. Hát pasztellal is lehet csodákat alkotni, ő az élő példa erre. Ezt most csak azért mondom, mert a pasztell az én kedvencem. Úgyhogy mindig örülök, ha ilyen gyönyörűségek kerülnek a szemem elé. Ági, gyenge Ági. Szintén az unoka témakörben. Szakácsné Szám Éva.
Igen. Gratulálok. Hát majd Adrival esetleg szakmailag két cukrász. Weiss Rita. Rita, most nem tudott eljönni. Igen, ő is egy, hát ugye nyelvtanár és fest, tehát ilyen nagyon, egyszer beszélünk, egyszer pedig a kezünkkel alkotunk. Lőrinci Tibor, volt három hónapos, vagy nem? Igen. Tiborral is nem régiben ismerkedtünk meg, interneten keresztül, ha szabad így mondani, online módon kezdett el alkotni. Gratulálok! Langer Gabriella. Gabi. Szintén az online-os csoportból, tehát amit az elején mondtam, hogy annak nagyon örülünk, hogy tényleg nagyon sok ilyen képet kaptunk tőletek, akik az online módszerrel tanultok, tehát a videós anyagokból. Gratulálok. Ennek azért örülünk, mert ugye amikor egy ilyet csinál az ember, akkor nagyon jó, hogyha kap visszaigazást arról, hogy egyrészt működik a módszer, másrészt jól működik, tehát amit megalkattunk, az valóban alkalmas arra, hogy rajzolni, festeni lehessen, tanulni. Kovács Tünde egy grafikával van itt a kiállításon. Tünde, igen. Jön? Nem. Jó. Angelika. Hát ha lehet mondani, akkor ő is a jövő generációját képviseli. Gratulálok. Köszönöm. Dekoratőr tanuló, ugye, és hát ismerkedik, azt nem mondom, hogy ismerkedik, hanem nagyon nagy, magas szinten űzi már a rajzok világát. Megmondom őszintén, hogy Angelikának volt olyan képe, ami nekem személy szerint jobban tetszett, de az egy másik helyszínre való kép volt, úgyhogy most ez a képe került be ide. Petra, Szelezsán Petra, szintén pár éve kezdett el nálunk még a gyerektanfolyam, gyerekcsoportba tanulni. Gratulálok. Kohári Imre, Jimmy. Nagyon örülünk, hogy megismerkedhetünk veled. Gyönyörű grafikákat küldtél. És hát szintén nem olyan régen kezdődött ez a történet. Még idén. Idén, ugye? Ugye, ez 3 hónappal ezelőtt, amit mondtam. Jó, Almási Rita. Két festményét láthatjuk itt a kire. Gratulálok. Ugye, ízések és pofonok persze különbözőek, de az egyik itt dolgozó magnet közösségház vagy bankos hölgytől hallottuk, hogy gyönyörű képek vannak, de ez a Somló Tamás, ez neki nagyon bejön. Mármint a festmény. Erika, Balogné Szabó Erika. Gratulálunk, Erika. Köszönöm. Szintén. Hát most Erikáról még azt szeretném elmondani, hogy egy 3-as brancs tagja,
egy másfél-két évvel ezelőtt találkoztunk, és azóta ők hárman mindig együtt jönnek. Hát most egyedül képviseled a csapatot, de minden egyes tanfolyamra, egy eseményre együtt jöttetek el. És egymást bátorítottátok, meg együtt, hát egy nagyon, nagyon vidám hangulatot szoktak mindig teremteni. Borsodi György. Györgyöt nem tudjuk most köszönteni. Ez egy budapesti panoráma kép. Jurcsek Julianna. Julianna, láttunk téged? Jó. Évát viszont láttam, Varga Éva. Egy, hát egy filmtémát rajzolt meg, ugye ez a Gyűrűk urából a hatalom gyűrűje, hogyha valaki ismeri a filmet, vagy ezt az alkotást, akkor tudja, hogy e körül forog az az egész film. Bori ismét a jövő generációja, igen. Gratulálunk. Mit, úristen, mit kaptam? Tünde a Balagáson van, igen, az előbb említett hármas fogad egyik tagja. Szintén jogászként festeget kikapcsolódásképpen. Fódi Kati. Nagyon örülünk, hogy látunk téged most személyesen is. Gratulálok. Szoboszlai Évi. Hát ő is már elég régóta. Megjött Gergő. Ez végén. Jó. Itt az egyik kép, amit láttok, az ugye ez a fekete alapon rajz. Éva nagyon nagy mestere ennek, már sok ilyet csinált, mindegyik lenyűgöző. Ismét arra példa, hogy nagyon egyszerű eszközökkel és nagyon szépeket lehet alkotni. Egy fekete papír, egy fehér kréta, meg egy pici zöld, és már is kész egy virágkompozíció. Váradi Klára. Klára, örülünk. Marika Cseresnyésnyi. Marika. Ő is egy idei ismeretség. Gratulálok. Kösz. Marika! Dobány Sándor. Ó, itt jó, nagyon jó. Őt is most látjuk, azt hiszem, először személyesen. Az online pasztel tanfolyamba vágott bele. Én örülök, hogy találkoztunk. Állok. Rabi Andrea. Andrea, igen. Hát a színek világa, ez nagyon közel áll. Ezt látjátok a képiből is. Tehát ez mondjuk így nagyon adta magát, hogy ezt egy étterembe be kell tenni. Gratulálunk. Henriette, ő most nincs itt. Adri, a torták királynője. Tehát ugye valami ilyesmit képzelhetek el egy dobostortán, vagy egy csokitortán, vagy egy orosz krémtortán. Gratulálok. Kombás Bálint. Bálint, itt vagy-e?
Szintén a gyerek kategóriából van, nagyon-nagyon sok képet rajzoltunk már együtt. Jó, most nem tudott eljönni. Valószínűleg akkor mozdonyon ül, úgyhogy a másik mániája az pedig a vasút, ahova az édesapja révén el tud jutni, és egész hosszú utakat tesznek meg a mozdonyvezetői fülkébe, hogy nem tudom, hogy ezt lehet-e mondani, lehet-e árulni, akkor nem mondtam ilyet. És akkor, ha már vasútnál tartunk, akkor köszöntjük Misit, Gál Mihály. Neki is már nagyon sok képe megjárt, sok kiállítást. Gratulálok, Misi. Úgyhogy ez itt az egyik a sok közül, mondhatnánk. Aldo. Azt hordtad, Aldo. Gratulálok, Aldo. Aldo a nemzetközi mezőnyt színesíti. Ő Peruból érkezett még egyetemista korában, és aztán itt letelepedett nálunk, Erika mellett. Emőke, Páfi Emőke, a virágfestészet kedvelője, nincs itt. Attila. Gratulálok, Attila. Nagyon, Attila is nagyon sok szép képet alkot, folyamatosan látjuk az alkotásait, mert hál' Istennek megmutatja, elküldi nekünk, úgyhogy gratulálunk ehhez is, meg a többi képethez is. Judit, Gémesi Judit. Judit itt van? Nincsen. Fanni, Vidács Fanni. Egy nagyon-nagyon vidám színes képpel nevezett. Gratulálunk. Gratulálunk. Szuper jó. Gratulálok. Én is. Ez annyiban különleges ez a kép, legalábbis nekünk, hogy ez a tinta ceruza, ezt nagyon kevesen választják. Egy meglehetősen sok türelmet igénylő műfaj, Fanni bólogat. De ha egyszer elkészül, akkor nagyon-nagyon szép. Színes. Durva a tintaceruzával, hogy nem lehet javítani. Tehát, hogy ott valami... Nem, nem hallom. Nem. Jó, hogy a tintaceruzával még annyi, hogy nem lehet javítani. Tehát, hogyha egyszer odaraktál valamit nem jól, az úgy marad. Úgyhogy ez a kép úgy készült, hogy elsőre jól sikerült. Judit, Palotai Kovács Judit. Vele is már sokszor találkoztunk táborokban. Gratulálok. Török Enikő, tanuló. Ugye, amit látjátok, gratulálok. Hogy az egyik képe az zsűrizett, ugye az azt jelenti, hogy egy bíráló bizottság egy kiállításra nevezés alkalmával elbírálja, hogy milyen minőségű a kép, tehát ez már azt jelenti, hogy hát mondhatjuk így, hogy szakavatott szemek is arra érdemesnek minősítve találták. Drágus Ildikó. Ildikó, nagyon... Ildikó rengeteg képet küldött már nekünk, véleményezésre, megmutatásra, szebbnél szembeket. Gratulálunk. Elhajtom. És amellett, hogy szép azért ezek a táncos képek egy kicsit közel állnak a szívünkhöz, amikor egy ilyet látunk, ebben valahogy benne van egy kicsit az emberi érzelem, szenvedély, amikor táncosokat ábrázolunk. Ugye nagyon sok példa van a képzőművészet történetéből, amikor táncosokat festettek meg világhírű festők. Ádám, Tamási Ádám, egyszer már bemutattunk, most pedig hívunk ide, hogy gratuláljunk még egyszer.
Gratulálok. Tamara, Szegedi Tamara. Tamarával is már sok alkalommal találkoztunk különböző tanfolyamokon. Éva. Ő most is kamiont vezet. Igen. Tehát róla azt kell tudni, hogy az ő alkotó műhely az a kamionnak a fülkéje, tehát amikor pihenő ideje van, vagy kötelező megállója, vagy csak a vámolásra vár valami országhatáron, akkor ő rajzol. Antal Krisztina. Krisztina, sikerült eljönni? Nem, most a Krisztina portrékat szereti igazán, és nagy türelemmel órákon keresztül simogatja, míg minden kis szín folta helyére kerül. És Mária, a nyári életérzés megtestesítője. Gratulálok. Több okból is, mert ő is a nyári táborunkba jön át tulajdonképpen, mert ott lakik Balaton partján nem messze, és hát ebbe a képébe valahogy így összekapcsoltuk a Balatont és a távoli vidéket, Kubát egy vidám nyári kép erejéig. Sárosi Katalin, nem tudom, hogy sikerült-e eljutni a Győrből ide. Jó, most nem. Zeljenkáné Kis Judit, ő is online-os alkotónk, a grafikái lenyűgözőek. Jó, most nincs itt. Béres Mónika, szintén grafikával nevezett. Nincs. Ugye ők többnyire online-osok, és sokszor messze laknak Budapesttől. Horváth Kata. Vagy? Nagyon jó. Köszönjük szépen. Gratulálok. Köszönöm szépen. Hát Kata is több dologban is már nagyon profi. Pasztelben, akril festésben, illetve a Paksi Atomerőműben is, mert ugye ott dolgozik 30-valahány éve, ha jól tudom. Janek. Tanuló kategóriából. Gratulálok, Janek. Ugye, Janek már egy kicsit túllépett a nagyon fotorealisztikus műfajon, tehát ő már egy kicsit kikacsint az egyéb kifejező művészetek felé is. Kende Rozi, ő sajnos nem tudott ma eljönni. Hajnalka, Rádai Hajnalka, viszont itt van, vele találkoztam már a tanfolyam előtt, vagy a kiállítás előtt. Gratulálok. Köszönöm. Jaj. Kicsúszott egy ceruza a készletből, de még időben észrevettük. Jó, Ági Kökényesi, Népintér Ági, nem, úgy látom most nem sikerült eljönni a napra forgó, ja, viszont itt van, Eta, tudom, hogy itt van, ezúttal Eta beleszeretett a színes ceruzába, sok mindent kipróbáltál. Gratulálok. Köszönöm. Kende Júlia, szintén nem tudott ma eljönni. Szűcs Ildikó viszont itt van, ezt tudjuk. Ő neki is volt már kiállítása máshol. És Hujbert Gyula, viszont
közben befutott Dabóczi Gergő, úgyhogy Gergő, hát mondhatnám így, hogy sokszínű egyéniség, mert a rajzolás festés mellett, hát civilben egyébként informatikus, de emellett verseket ír, novellákat ír, ha jól tudom, akkor most egy színpadi darab körül forognak a tevékenységei, a gondolatai. Gergő, gyere! Jó, először is akkor átadnánk ezt a kis ajándékot. Jó. Uh-huh. Örülök, hogy ide jöttem. Hát mi is, nagyon köszönöm örülünk. Szépen. Jó. Köszönöm szépen. Jó. Szóval, ne menj el. Felkonferálhatlak? Légy szíves. Jó. Mit csináljak? Hát Gergővel igazándiból két dolgot beszéltünk meg. Az egyrészt arra szerettük volna megkérni, hogy meséljen egy, mivel hogy régóta vagyunk együtt, 9 éve, minden táborban ott van. Tehát, nem szabadultok. Nem szabad. Nem is akarunk. Hogy arra szeretnénk megkérni, hogy egy kicsit mesélj arról, hogy nálad ez a 10 év hogyan telt olyan szempontból, hogy ez a képzőművészet, irodalom hogyan, milyen szerepet játszik a te életedben, amellett, hogy ugye informatikusként keresed a kenyeredet. Ez volt az egyik dolog, amire úgy gondoltuk, hogy egy-két mondatot mondhatnál, illetve mivel, hogy tudjuk rólad, hogy verset írsz és verseket is mondasz, ezért megkértük Gergőt, hogy csempésze be nekünk az irodalmat is itt a képzőművészet témakörébe, erre a kiállításra, úgyhogy két verset fogsz mondani nekünk, ha jól tudom. Na hát akkor én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Dabóczi Gergely vagyok, informatikus, igen. Bármilyen meglepő, ilyenkor mindig kikerekedett szemekkel, és hogy fér meg egymással a művészet és az informatika, remekül megfér. Az egyik az egy racionális világ, a másik pedig teljesen szabad. Azt csinálsz, amit akarsz. Ha jól csinálod, akkor meg különösen jó, mert akkor meg mindenkinek örömet szerzel vele. De a legfontosabb az, hogy nyilvánvalóan, hogy magadnak szerez örömet vele. Hú, 2011-ben a második táborotok voltam is az első. Igen, a második igen. Táborunk volt. Ami éppen hogy sikerült egyébként, hogy megtartsátok, ha jól tudom. Még talán beszéltünk is akkor, mert pánikszerűen próbáltam mindenképpen bejutni, akkor pont egy olyan életszakaszom volt, hogy mindenképpen szeretnék oda menni. Én rajzolni akartam mindenképpen, megtanulni jól. Tehát már gyerekkoromban sokat rajzoltam, érdekelt is a művészet minden ága. A irodalom is, a festészet is, a rajz is. De 2011-ben robbant ez a dolog ki, és akkor találtam meg Valdor Ártékat, hogy fogalmazzak így. Egyszerűen szembe jöttek a neten, tehát ez már valamit jelentett, hogy nézegettem, kettőt kattintottam, és na hát akkor meg is találtam őket. És hála Istennek, hogy nem mondtál. Egyébként örülök, Aldo, hogy itt vagy, te hamarabb idejöttél Perúból, mint én. Fehérvár mellől 3,5 órát sikerült abszolválni ezt az utat. Szóval örülök, hogy megtartottátok azt a tábort, igazából onnan kezdődik ez a dolog. Azóta képtelenek vagytok levakarni, ez kétségtelen, minden táborban ott vagyok. Akkor alig akart összejönni, ha jól emlékszem, most pedig már ebben az évben már ugye két haladó tábor lesz, és akkor a kezdőket még nem is tudom. Abból is kettő? Egy. Hát abból csak egy. Akkor lehet, akit esetleg. Volt már február, és mindegyik tele van, tehát szerintem az augusztus is, hála Istennek, úgyhogy ez nekünk azért jó, mert én továbbra is ott fogok tudni lenni, tehát. Úgyhogy mindenképpen jó, hogy csináljátok tovább. A művészet szerintem csak röviden, gyorsan, hogy mit jelent igazából mindenkinek az életében, szerintem nagyon fontos. Annak is, aki csak műkedvelő, az is, aki csak elmegy mellette. Szerintem ez ad a világhoz nagyon-nagyon sokat hozzá. Tehát többet, mint bármely politikus, ezt tegyük hozzá, vagy fegyverekkel nem lehet világot megváltani. A művészet sokkal inkább egy korlenyomat. Akárki, akármit csinál, legyen verseljen, írjon naplót, szöveget, rajzoljon, vagy fessen, akár csak ott, akár csak benne az asztalfiókban, akár csak otthon magának, vagy ha kicsikét exhibicionistább, mint akik itt vannak és kiállítók, mert kár tagadni, hogy ha én introvertált vagyok, ha itt van a képed, akkor azért csak meg akarod magad mutatni, és ez jó. Szerintem ez jó.
sőt, akinek, hogy mondjam, akinek van egy kicsivel több tehetsége is hozzá, itt azért látok egész nagyon szép képeket, annak azt kell mondjam, hogy kutya kötelessége kitenni, és megmutatni a világnak. Igenis, ki kell tenni, meg kell mutatni, ez vagyok én. Ez van belül, én így látom a világot. Na, hát szerintem röviden ennyi, ugye? Fú, próbálom magam kifújni, egy kicsit magas a kortizol szintem itt a 3,5 órás dugóban ülés után. Le kellett volna festeni, ez már tényleg, ez már érdemes lett volna. Két verset hoztam, az egyik Kosztolányi Dezső, a másik pedig Dzsida Jenő. Dzsidának egyébként is most lesz a születésnapja, ha jól tudom, 11-én, úgyhogy pont aktuális lesz. Kosztolányi Dezső, akarsz-e játszani? A játszótársam, mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni, gyerekszívvel fontosnak látszani? Nagy komolyan az asztal főre ülni, borból, vízből mértékkel tölteni? Gyöngyöt dobálni, semminek örülni? Sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akarsz-e játszani mindent, mi élet? Havas telet és hosszú-hosszú őszt? Lehet-e némán teát inni véled, rubin teát és sárga páragőzt? Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni, hallgatni hosszan? Néha-néha félni, hogy körúton járkál a november, ez az utcaseprő szegény betegenger, ki fütyörész az ablakunk alatt. Akarsz játszani kígyót, madarat? Hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót? Akarsz-e játszani boldog szeretőt, színlelni sírást, tiszta temetőt? Akarsz-e élni, élni mindörökkön? Játékban élni, mely valóra vált? Virágok közt feküdni lenn a földön? És akarsz-e játszani halált? Köszönöm szépen. Dzsida Jenő, közöttük élek. Emberek barátja vagyok. Közöttük élek, és szívem kézről kézre jár. Ismerek gyermekeket, akik bácsinak szólítanak, ismerek ifjakat, akikkel elborozgatok világra szóló terveket szövegetvén, ismerek leányokat, akik vidáman kacagnak tréfáimon és búcsúzáskor megszorítják kezemet. Ismerek kacér és komoly asszonyokat, akik ölelésem forróságára várnak, vagy elsírják nekem szomorúságukat. Ismerek kemény férfiakat, akiknek kérges a jobb tenyerük, ismerek bölcseket, akik tanácsokkal látnak el. Ismerek kötögető nagymamákat, akikhez kávézni járok, s meghatódom szerelmi emlékeiktől. Ismerek aggastyánokat, akik megsimogatnak, s ifjúságokra gondolván szeretnek engem. Ó, barátaim! Mi öröm az nekem, ha találkozom bármelyikükkel is a porzó napsütésben, kopogó esőben vagy zúzmarás utcai fák alatt. Szemükben látom az értelem fényét, a felismerés gyors villanását, örömük minden jelét. Közöttük élek, és nevem együtt él fogalmaik közt a fákkal, madarakkal, ünnepekkel és csillagokkal. Köszönöm szépen! Jó. Gergő, köszönjük szépen a verseket, meg a beszámolót is. Közben azon gondolkodtam, hogy a képzőművészet és a irodalom összekapcsolása az sok módon jelentkezhet. Ez az egyik formája volt. A másik formája, amivel még találkoztunk, hogy volt olyan tanítványunk, aki többek között azért is kezdett el tanulni, hogy illusztrálhassa azokat a
verseket, amiket akár saját maga írt, akár férje írt, úgyhogy az egy nagyon érdekes műfaj, úgy gondolom, amikor a szavak mellé oda tudjuk rakni a képeket is, amik fölött lennek a versek olvastán, illetve a versek írása közben. Hát a megnyitó ünnepségnek tulajdonképpen így az utolsó pontjához érkeztünk. Ami még hátra van, az a születésnapi torta, amit rögtön be fognak nekünk hozni, és akkor ezt fogyasszátok örömmel, jókedvel, egészséggel. A gyerekeknek már csillognak a szemei, csoki torta lesz a biztonság kedvéért. Úgyhogy, tessék? Igen, hát megvárjuk, míg a torta beérkezik, és akkor utána itt a asztaloknál fogják nektek szeletelni, és akkor megkóstolhatjátok. Még? Ez beszél? Hogy megvendégelnénk benneteket pogácsával, sütivel, és akkor majd nyugodtan körbenéztek, jöttök, esztek, isztok. Jó? Jó. És amíg tart ez a kiállítás, akkor közben el fogjuk indítani azt a prezentációt, vagy azokat a képeket is, amik most ugyan nincsenek itt a Magnetház közösségi falain, de szerintünk nagyon szépek, és érdemes őket megmutatni. Így akkor mégis ide lehetett őket csempészni, hogy mégiscsak itt vannak. Jó, a képek eddig egyébként, hogyha még nem fedeztétek volna fel az összeset, itt vannak ugye az udvar falain, illetve oszlopain, a büfében vannak kifüggesztve, itt ebben a lépcsőházban végig, ahogy így fölmentek, illetve még ott egy folyosón is van nagyon-nagyon sok kép. Ahogy fölértek a lépcsőn, akkor ott jobbra kell fordulni, illetve ott a másik oldali, tehát mind a két folyosón vannak itt képek. Arra is érdemes tenni egy kört a lépcső felé. Hát úgy látom, akkor megérkezett a születésnapi tortánk is. Gyertek ki, fogyasszátok egészséggel, és jó szórakozást a hest hátralévő részében.